Jó estét kívánok! Január 4. hétvégéjén köszöntöm a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának nézőit. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a Sárvári Televízió adásait 2016. januárjától a 4-3-as képarány helyett 16-9-es formátumban láthatják. Ha régebbi készülékük nem kapcsol át automatikusan az új képarányra, akkor kérjük, alkalmazzák a kézi beállítást. Most pedig nézzük mai műsorunk képes tartalomjegyzékét. Komoly fejlesztések zajlottak és várhatóak a továbbiakban is a hegyközségben. A reformáció 500 éves jubileumára készülve elkezdődött az evangélikus templom teljes belső terének felújítása. Nyílt napra várják a leendő első osztályosokat a Szent László Katolikus Általános Iskolába. Dabóczi Dénes az Ezüstáltól a Kádig című könyvét január 20-án mutatták be a Nádasdivár dísztermében. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Pán-Európa Unió Sárvári Regionális Szervezete. Az önkormányzat újabb 5 évre a Sárvári Sporthorgász Egyesületnek adta a város tórendszerének kezelői jogát. Folytatódott a farsangi szezon, a Nádasdivárban tartotta táncos mulatságát a Sárvári Néptánckör. Ízek, imák, szerelmek. Újabb egész estés koncertre készül a Sárvári Oratórikus Kórus. Már a tavaszi szezonra készülnek és változások is lesznek a Sárvár FC játékos keretében. Elkészült a Szennyvíz csatorna és az új köztemető. Kihelyezték az új utcanévtáblákat is a hegyközségben, de további fejlesztéseket is terveznek a területen. Tudtuk meg Varga Jenő önkormányzati képviselőtől. Törvényi kötelezettségének tett eleget a képviselőtestület, amikor a hegyközségben lévő utcákat elnevezte, mondja Varga Jenő, a terület önkormányzati képviselője. Közben a térképen mutatja az új neveket. Almáskerti, Tölgyfa, Kilátó, Szilvafa, Harangvirág, vagy éppen Hegytető elnevezést kaptak az utcák. Most már az ott élők és a hegyközségbe kilátogatók is könnyen megtalálják az új közterületeket, mert a közelmúltban az utcanév táblákat is kihelyeztette az önkormányzat. Egy új kormányrendelet kötelezővé tette az összes ingatlan, ami a hegyben van, ezután nem lehet úgy, hogy 5478-as helyezi szám, hanem minden hegyi utcának nevet kellett adni, amit éppen látni is itt az Almáskerti rész volt, most Almáskerti utca, és minden ház, amelyben már most vannak állandó lakók, az is, és az is, amelyik még ezután fog vagy épülni, vagy kialakításra, minden egyéni házhely számot fog kapni. Ezzel kapcsolatban kapnak-e majd tájékoztatást a lakók a házszámokkal kapcsolatban? Természetesen ugye az utcanévtáblát az önkormányzatra kapta ki, a házszámtáblákról meg értesítést fognak kapni az önkormányzattól. Mi a helyzet a lakcímkártyákkal, hiszen mindenkinek újat kell csináltatni? A lakcímkártyákkal, akik már helyi lakósok és itt laknak, általuknak én személyesen kihordtam már, akik állandó lakósok, akik pedig ezután költöznek, azoknak ingyen meg fogják kapni az új lakcímkártyájukat. Az elmúlt években a hegyközség fokozatosan elkezdett felzárkózni a belvárosi területekhez. Két nagy beruházás is zajlott a hegyközségben, amelyek összértéke közel 1 milliárd forint volt. Ezeket a fejlesztéseket saját forrásból valósította meg az önkormányzat. Legfontosabb talán, ami személy szerint én kiemelnék, az első az a Szennyvíz csatorna. Hála Isten az elkészült, nagyon nagy igény volt rá, egy-két hely kivételével van Szennyvíz csatorna, ami 400 millió forintba került az önkormányzatnak, és önkormányzati beruházással valósult meg. Ezen kívül most volt a műszaki átadása az új köztemetőnek, ami 540 millió forint, és szeretnénk tovább fejleszteni az egész hegyközséget olyan szempontból, hogy belterületbe szeretnénk vonni utcákat. Ennek az első két pillája az Almáskerti, és ez elmögött lévő Tölgyfa utca, amely először javítatni, megpróbáljuk megjavítani az utat, utána pedig hát természetesen, hogyha a belterületbe lesz mondva, akkor szeretnénk Szennyvíz csatornával majd ellátni. Hogy látja, az elmúlt években mennyit fejlődött a hegyközség, mennyire vált szerves részévé Sárvárnak?
Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben óriási fejlődés ment végbe a hegyközségben, és hát úgy gondolom az itt lakók maguk is érzékelik, de még nagyon sok minden van hátra, tehát sok fejlesztés van hátra, de remélem, hogy ugyanezzel a lendülettel tovább tudjuk vinni, és akkor mindenki meg fog elégedni. Úgy a hegyközség lakók, vagy akik ide ki fognak költözni, mert úgy vettem észre, egyre több fiatal gondolja azt, hogy inkább egy kis 800 négyzetméteres füves terület, és akkor azon eléldegélni, vagy élni a családdal, mint egy belvárosban, egy 30 vagy 50 négyzetméteres lakásban. Varga Jenő önkormányzati képviselő személyes kapcsolatot ápol a hegyközségben élőkkel épp úgy, mint választókerülete más polgáraival. Ismeri napi gondjaikat, problémáikkal gyakran fordulnak hozzá. Ők nagyon jó partnerek, mindenben kérés van a részükről, természetesen próbálja az ember akceptálni, vagy természetes, hogyha ha nekem van kérésem, ők is. Akár útjavításról, bármi, nagyon sokszor csak zuzalékot kellek idehozni nekik, és akkor ők mindegyes esetben elterítik, vagy a gödröket kijavítják. Nagyon jó, én szerintem nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzatnak is, és a lakóknak is egymással. Varga Jenő végezetül hozzátette. A jövőben is azon fog dolgozni, hogy a következő években is tovább szépüljön és épüljön a hegyközség. Ehhez a város vezetőitől is minden segítséget megkap. Sárvár megkapta az Európai Reformáció Városa címet. Az ehhez kapcsolódó beruházások is elkezdődtek. Most újul meg az evangélikus templom teljes belső tere. 2017-ben a reformáció 500 éves évfordulójának a kormány döntése értelmében Sopron és Debrecen mellett Sárvár lesz az országos jubileum harmadik kiemelt vidéki helyszíne. Az előkészületek során a sárvári evangélikus templom teljesen megújul az évfordulóra. Az állam 45 millió forintos segítséget nyújt a belső tér átalakításához. Elkezdődött a belső felújításnak a munkálatai. Ha majd bemegyünk, akkor látjuk, hogy a kőművesek, meg kubikosokat éppen mélyítik a templom aljzatot. A padok, orgona, sok minden már ki van hordva. Tehát most lemegyünk az eredeti szinthez képest jó fél méterre mélyebbre, és akkor ott kap egy teknőszigetelést a templom, és akkor szépen felhozzák újra a rétegrendeket szigeteléssel, meg a hőszigetelés, és ami abban szükséges. Aztán majd lesz egy új járófelület, új padok jönnek a templomba, a padok alja dobogózva, vagy pontosabban padlózva lesz, de közben elkezdik majd az elektromos hálózatnak a cseréjét, padfűtéseket is kiépítenek, és hát végül majd jön a díszítő festés. Ennek egy különleges része az oltárfal restaurálás, amely egy viszonylag motivumokban gazdag festés volt valamikor, csak az már rég le lett meszelve, főleg az alsó salétromosodás miatt. De most helyreállítják az eredeti szépségét. Ugyanakkor pont tegnap vitték el templomunkból az orgonát, az orgona javító mesterek, azt is restaurálják, és a munkák végén majd azt kerül ismét vissza ide a helyére. Sárvár a magyar reformáció egyik bölcsője. 1541-ben Sárváron nyomtatták Szilveszter János új szövetség fordítását, amely az első Magyarországon megjelent magyar nyelvű könyv volt. 1576-ban pedig itt jött létre a Magyarországi Evangélikus Egyház első püspöki székhelye. A templom külső felújítása után majd 15 évet várni kellett a belső átalakításra. A templomunk külső felújítása befejeződött 2002-ben. Az már régen volt, mert majdnem, hogy újra kell festeni kívülről, de azóta szinte folyamatosan évenként pályáztunk, a tervek is hamarosan akkor elkészültek, a belső felújításnak is ugyanúgy, mint a külsőnek a tervét Kinécki István mérnök úr készítette. Csak hát éveken át nem voltak sikeresek a pályázataink, most viszont a Reformációi Emlékbizottságnak megkaptuk a támogatását, tehát 45 millió forint lesz a templom belső felújítására fordítva.
Az átalakítás során visszabontásra kerül a karzat a két nagy oldalsó ablak vonaláig, a mennyezet és a belső falfelületek fehér színt kapnak. Az oltárfal viszont visszakapja eredeti festését. A munkálatoknak az év nyarán kell befejeződniük. A pénzügyi elszámolásnak a határideje az ez év közepe, tehát fél évünk van az első ütemnek az elvégzésére. Ez az első ütem a belső felújítást jelenti. Az ide látogató hívek vagy más érdeklődők remélem olyan szép templomot fognak látni, hogy ez akár ilyen esküvői turizmust is fog generálni, tehát egy nagyon aranyos kis klasszicista templom belső képét várjuk, úgy a festésben, mint a padokban, és egyéb ilyen komfortos fejlesztésekkel. A belső tér megújulását követően a külső homlokzat is felújításra kerül. Remélhetőleg teljes pompáját adva a templom előtti tér átalakításával együtt a 2017-es évfordulóra. Január 26-án, kedden nyílt napra várják a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket a Szent László Katolikus Általános Iskolába. Ördög Tibor igazgató riportunkban elmondta, hogy a következő tanévben is két osztályt indítanak. A Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola célja az adottságoknak megfelelő módszerekkel történő sokoldalú személyiségfejlesztés, a keresztény értékek átadása. A tudásközpontú intézményben a tanulók biztos alapismereteket szereznek, mondta el Ördög Tibor, az iskola igazgatója. A mi erősségünk, vagy amivel próbálunk erősek lenni, az a nevelés, tehát mi Krisztus tanításai alapján végezzük a munkánkat. Ez a krisztusi szeretet kell, hogy áthassa a mindennapi munkánkat, ezzel fordulunk a gyerekek felé, talán ezzel tudunk kitűnni a többi iskola közül. Nálunk is ugyanazok a tantárgyak vannak, mint a többi iskolában, az állami terv szerint megyünk. Annyi a különbség, hogy nálunk a hittan az órarendben van beépítve, tehát nem választható a hittan vagy az erkölcstan, hanem nálunk hit és erkölcstan egy tantárgyként kötelezően szerepel heti 2 órában. A szakkörökről, sportról ugyanazt tudom elmondani, van foci szakkörünk, kézilabda, szivacs kézilabda, nyelv már első osztálytól, informatika első osztálytól, tehát választék van, csak győzzön az ember választani. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2015-16-os tanévben is két osztályt szeretne indítani az iskola, maximum 25-25 fővel. Az első osztályosok tanítói Tallós Ágnes és Bíró Kinga lesznek. Olyan 25 fő körüli gyereket várunk mind a két osztályba. Nem akarunk túlságosan sokat, mert az pedagógiailag nagyon nehéz, vagy nehezebb tanítani őket. Jobb a kis létszám, de mivel mi fő alapú finanszírozás vagyunk továbbra is, az a jó gazdaságilag, hogyha minél többen vannak egy osztályba. Ez a kompromisszumos létszám az a 25 fő körüli tanuló létszám. Az iskola felszereltsége nagyon jó, folytatta Ördög Tibor. Jelenleg tornateremre pályázik az intézmény. Ha sikeres lesz pályázatuk, akkor az iskola udvarán kerül megépítésre a csarnok. A jövő héten, 26-án kedden az iskola nyílt napjára és bemutatkozó szülői értekezletre várják az érdeklődőket. A jelentkezési lap az iskola irodáján kérhető, vagy az intézmény honlapjáról letölthető. A jelentkezési lapok beadási határideje február 2-a. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy híradónk után megtekinthetik a Szent László Katolikus Általános Iskola bemutatkozó kisfilmjét. Dabóczi Dénes az Ezüstáltól a Kádig című könyvét január 20-án mutatták be a Nádasdy vár dísztermében. A könyv felvonultatja a Nádasdy Ferenc Múzeum gazdag iparművészeti gyűjteményét, közte a bajor kincseket. A kötet második felében sárvári és valamilyen módon a városhoz kötődő művészekről készült rövid írások olvashatóak. Dabóczi Dénes művészettörténész 1978. augusztus 1-je óta a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársa, és január 22-én tölti utolsó munkanapját az intézményben, hiszen megkezdi jól megérdemelt nyugdíját, mondta a könyvbemutató narrátora, a múzeum munkatársa Reihard Gabriella történész. A közel 4 évtizedes munkásságra a múzeum gazdag iparművészeti gyűjteményét bemutató az Ezüstáltól a Kádig című kötettel került fel a korona.
Kondora István polgármester köszöntőjében egy szép és ünnepélyes, régóta várt pillanatnak nevezte Dabolcsi Dénes könyv bemutatóját. Majd Kondor János, a Művelődési Központ igazgatója méltatta az alkotót, hiszen a kötet második felében sárvári és valamilyen módon a városhoz kötődő művészekről készült rövid írások, elsősorban a Galéria Árcizban elhangzott kiállítás megnyitó szövegek olvashatóak. Ez nem lokálpatrióta kiadvány, hanem Európa szintű mű, mondta Kondor János. Takács Zoltán Bálint, a múzeum igazgatója azt hangsúlyozta, hogy egy kitartó, több évtizedes munka a múzeumi tárgyak rendszerezése, amelyet most egy kötetben is a közönség elé tárt Dabolcsi Dénes. A könyvet dr. Kostyán László, a zalaegerszegi Göcsei Múzeum igazgató helyettese mutatta be, aki diákkori jó barátja az alkotónak, hiszen együtt végezték el a művészettörténész szakot. Mint mondta, Dabolcsi Dénes munkásságának eszenciája ez a könyv, amelyet Pajor András gyönyörű tárgyfotói illusztrálnak. A fotós egyben a kötet szerkesztője is volt, aki kifogástalan munkát végzett. Tulajdonképpen két részre oszlik a kötet. Az első fele az múzeumi tárgyakkal foglalkozik, a második fele pedig főképpen sárvári képzőművészeket mutat valahogy néhány szóba be. Ezek a gyűjtemények, mármint a múzeumi dolgokra gondolok, hát főleg a egykori szaváriás anyagból állnak, nevezetesen a Véggyula gyűjteményéből, de benne van a Bajor királyi család gyűjteménye, ami tulajdonjogilag nem a miénk, de letétben itt van, és egy üveggyűjtemény, amit a város kapott ajándékba a 90-es évek elején Tasnádiné Marik Klárától. Elnézegetve a kötetbe ezeket a gyönyörű tárgyakat, mit nyújthat ez a mai kor emberének, miről tanúskodnak? Egyrészt a szépségről, sok esetben a praktikusságról, meg arról, ezt még nekem a Tasnádiné Marik Klára mondta, odadott egy üveget, ami fújt üveg volt, festés volt rajt, vagy van rajt, aranyozás, és azt mondja, látja Dénes, adtak az embereknek munkát. Ez legalább három szakma kellett egy üveg pohár kivitelezéséhez. Ezek mögött, a tárgyak mögött mennyire bújik meg a családok története, a történelem maga? Nem mindről tudni, de azért, ha meggondoljuk, a Bajor gyűjtemény eleve a Bajor királyi családhoz kapcsolódik. A Véggyűjtemény a Véggyulához, aki az Iparművészeti Múzeum igazgatója volt, de Vas megyében nagyon fontos kulturális szerepet töltött be, Bozsoki kastélyába lakott. Aztán, de a Klári néni üveganyagában is vannak olyan tárgyak, akik egész konkrétan személyekhez köthetők. Dabolcsi Dénes miközben katalogizálta a múzeum üveggyűjteményét, maga is kedvet kapott az üvegcsék gyűjtéséhez. Nevezhető hobbinak is, de itt megint a Tasnádinét kell előhoznom. Ő mondta, hogy Dénes, húsvét környéken a helyi labban adjon fel egy hirdetést, a húsvéti locsoló üvegeket ne dobják el, hozzák be a múzeumba. Hiszen ezek többnyire szemétbe kerülnek. Hát körülbelül 800 ezer darab körül gyűjt össze az utóbbi 15 évben, és ebben azért vannak egészen különleges szép darabok, meg régiek is ráadásul. Sajnos magyar üveg van kevés. Mondtad, hogy a kötet második felében sárvári kötődésű művészekről szóló írásaid jelentek meg. Hogy látott te a helyi művészvilágot, hiszen most már nagyon sok tárlatot ajánlhattál a közönség figyelmébe? Mennyire pezsgő itt a művész élet? Hát szerintem kisvárosi viszonylatban ez egy nagyon pezsgő város. Egyrészt a művészek számát tekintve, a kiállítások számát. Gyakorta van, hogy a várba egyszerre 3-4 időszaki kiállítás van, aminek zöme meg képzőművészeti. A könyvbemutató végén a termelt zsúfolásig megtöltő közönség örömére dedikálta is kötetét Dabolcsi Dénes, akinek már megvannak a nyugdíjas évekre is a tervei. Elsőként Sárvár műemléképületeit szeretné összegyűjteni egy tanulmányba, amelyet aztán majd remélhetőleg a sárváriak elé tár egy újabb kötetben.
A Magyar Páneurópa Unió Sárvári Regionális Szervezete a közelmúltban tartotta tisztújító közgyűlését. Ismét dr. Illés Gábort választották elnöknek. A város egyik legjelentősebb civil kezdeményezése a Sárvári Páneurópás Szervezet 1996-ban alakult meg. Valódi közösséget alkotnak, és sokan részt vesznek gazdag programjaikon. Most múlt 10 éve, hogy elnök lettem a Páneurópában, és ez a 3. újraválasztásom. Hát nem kis feladat a munka. Egy 60-70 fős csapatot kell programmal ellátni, összehozni, heti rendszerességgel, és bizony ez elég sok munkát ad. De ebbe azért vannak segítségek, és a várostól, önkormányzattól és az intézményektől, a médiától is segítséget kaptunk, hogy feladatainkat véghez tudjuk vinni. Nem kis munka ez vidéken, tekintettel arra, hogy a Páneurópa Unió, Magyar Páneurópa Unió alakulásától, 89. novemberétől 38 vidéki szervezet számoltatott meg, amiből jelenleg funkcionál 5. És a sárvári talán a harmadik, hát a budapestit azt nem számoljuk, mert a központ ott van, a pécsiekkel együtt. Én nagyon örülök ennek, és annak is, hogy minden héten, minden programra gyakorlatilag megtelik a terem. A sárvári tagság erejét az adja, hogy számos rendezvényt szerveznek, amelyen formálódhat a közösség. Színházlátogatások, kirándulások és klubfoglalkozások adnak lehetőséget a társasági együttlétre, olyan alkalmakra, amik a mai hétköznapokból eltűnőben vannak. A hetente rendezett előadások témáinak széles a palettája. Minket minden érdekel, tekintettel arra, hogy mi Európában vagyunk, Magyarországon vagyunk és Sárváron vagyunk, ezek az ügyek minket mind érdekelnek. Érdekel bennünket a természet, az ökológia, érdekel bennünket a fejlődés, az ipar, az irodalom, a zene, és ezekből a csoportokból mind szervezünk előadásokat, előadóink örömmel jönnek, megköszönik a meghívást, visszautasítást talán még nem is kaptam, így hirtelen visszaemlékezve 10 évre, és általában az előadások is jól sikerülnek. Az újra választott elnök legfontosabb feladatának a szervezet életben tartását tartja. A legfontosabb megújulás a megmaradás lesz, tekintettel arra, hogy mozgalmunkat több kikezdés érte, eredeténől fogva, hát ennek szellemi atyát, Kalergi grófot, illetve az utóbb jövő vezetőket is kritika érte, és elferített kritika. Az Európa Unió pillanatnyilag válságban van, és egyesült Európát akar, egy homogén társadalmat, amit a Magyar Páneurópa nem akar, tehát más a tervünk, mi is egyesült Európát akarunk, de szabad nemzetek, nemzetállamok egyesült Európáját akarjuk. A sárvári szervezet nagysága vetekszik a pécsi, miskolci helyi taglétszámokkal, vagyis nagyvárosi léptékben mérik Sárvár páneurópaiságát. Az önkormányzat újabb 5 évre a Sárvári Sporthorgász Egyesületnek adta a város tórendszerének kezelői jogát. Változtak a horgászat szabályai is. A város tórendszer a 4 hektáros téglagyári tóból, valamint a közel 9 hektáros csónakázó tóból tevődik össze. A Sporthorgász Egyesület a halgazdálkodási, halászati jog birtokosaként a várostól 2005-től vette át a tavakhoz kapcsolódó feladatok jelentős részét. A korábbi pályázatnak úgymond meghosszabbítása, mert ugye a korábbi haszonmérleti szerződés is úgy kötetett, hogy amennyiben a mindkét fél kinyilatkozza, tartja azt a szándékát, hogy továbbra is szeretné
ezt művelni, mármint ugye a horgászok szeretnének horgászni továbbra is ezeken a tavakon, és az önkormányzat is nyilván nem béli szándékát továbbra is kinyilatkoztatja, akkor ez a szerződés tovább él, illetve meghosszabbítható és újra megköthető. Hát ugye most is ez történt ebben az ügyben, ugye a halászati szerződés korábban, tehát 2015. december 31-én lejárt, ugye nyilván azt megelőzően a nyilatkozatokat mi egyeztettük, illetve leadtuk. Az önkormányzat ezt megtárgyalta, és hát ez alapján 2016. január 1-től 2020. december 31-ig ismételten a halászati jog a kinizsi, illetve az önkormányzaté, de a hazombérleti szerződés alapján a kezelés viszont a kinizsi horgász egyesületé. Ez évtől bevezették az egységes állami horgászati okmányt. A sárvári pecások örülhetnének a bürokrácia csökkentésének, az egyesített állami horgászjegynek és fogási naplónak, melyeket kizárólag az Országos Horgászszövetség és tagszervezetei adhatnak ki. A sárvári horgászegyesület azonban nem tagja a megyei horgászszövetségnek. Ezt megelőző időszakban a kormányhivatal halászati felügyeletétől kaptuk az állami jegyeket, illetve a fogási naplókat, tehát ővelük álltunk úgymond jogviszonyba, jegybizományosi szerződés alapján. Ugye ez most 2016. január 1-től megváltozott. A MOHOS, mint fő szervezet, ugye egy országos szervezet, ő neki lett az a joga, hogy a halászat, tehát az állami horgász engedélyeket kiadja. Az állami horgász engedélyek nem úgy, mint korábban, hogy külön volt fogási napra és külön állami jegyet kapott, hogy a horgászok ezt tudják. Most egy egységesített nyomtatványon fog ez megjelenni, és a MOHOSZ jegybizományosain keresztül lesz majd kapható. Értesítéseim szerint még ez idáig nem érkeztek meg, de napjainkban meg fog érkezni a sárvári horgászboltban. A sárvári horgászbolt tulajdonosa egyébként úgymond MOHOSZ jegybizományos is, és a korábbi egyeztetések alapján, tárgyalások alapján a sárvári kinizsi horgász egyesület tagjai az állami jegyeket ugyanazon az áron díjért megkapják a sárvári horgászboltba. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetségéhez tartozó horgászoknak az adott tagegyesületet kell felkeresniük az új típusú állami horgászengedély és fogási napló kiváltása érdekében, mondta Puskás Norbert, a Vasi Horgász Szövetség ügyvezető elnöke. A horgász egyesületeknek, akik eddig még nem voltak tagjai a MOHOSZ szervezeti rendszereinek, azoknak érdemes mielőbb csatlakozniuk, melyet már az elmúlt hetekben több horgász egyesület vezetése is felismert, üzente álláspontjában a megyei Sporthorgász Szövetség elnöke. Értem én az üzenetet, csak az tulajdonképpen érdekünk nem fűződik hozzá. Talán egyik félnek sem. Ugyanis a halászati szerződés most 5 évig a miánk, tehát a halászati jog, mint olyan, illetve a kezelés, ahogy az előbb említettem. Tulajdonképpen ebbe az 5 éves távolatba gondolkodva nem érdekünk, hogy úgy mondjam, belépni a MOHOSZ tagszervezetek közé, hisz önálló gazdálkodást végzünk, mert ugye ez volt annak idején a kívánságunk, pontosan ezért léptünk ki a MOHOSZ-ból. Tehát Isten igazából jó barátok lehetünk továbbra is, meg a kapcsolat megmaradhat közöttünk, de most azt kell, hogy mondjam ebben a pillanatban, hogy sem előnye, sem hátránya nem származna abból, hogy most a kinizsi horgász egyesület visszalépne a MOHOSZ kötelékei közé. Az önálló működést az elmúlt évtized eredményei visszaigazolták, amit a jövőben is folytatni kívánnak, ám arra nincs biztosíték, hogy egy esetleges újabb jogszabályváltozás mikor kényszeríti ki a sárvári horgászok véleményének a megváltoztatását. A Nádasdi várban január 15-én tartotta táncos mulatságát a sárvári néptánckör. Az egyesület a báját 1984-es megalakulása óta évente megrendezi. A Széki négyes volt a sárvári néptánckör bájának az idei nyitó tánc, amelyet a fiatalok adtak elő, a Horváth Attila és barátai alkotta Jurta zenekar kíséretével. A bál eredendően azért jött létre, hogy az ifjabbaknak és a néptáncos szülőknek közös programot adjanak, mondta Kondora István polgármester, aki táncosként egykoron maga is közreműködött a szervezésben.
A bál előtt került megrendezésre az Egyesület közgyűlése. Mióta Egyesület van, azóta is, ha jól emlékszem, minden évben tartottunk bált, és az úgy alakult ki ennek a hagyománya, hogy mindig a bál előtt megtartjuk az Egyesületnek a közgyűlés, hiszen ilyenkor jövünk össze szép számmal, szívesebben, és van egy másik alkalom, hogy a száraz kötelességen kívül összehozza az embereket, jobban összehozza a kötetlen szórakozás. Megvolt a közgyűlés, értékeltük az elmúlt évet, fölvázoltuk a következő évnek a feladatait, és egy kis kótasztalos vacsorával, tehát a dísztőlésből azért még van alapanyag, készültünk, batyusbál lesz az ideje, hogy a Kati néni elment nyugdíjba, így a büfészolgáltatás most egy darabig szünettel, batyusbál lesz az idejé, és akkor innentől eleresztjük kötetlen formába, a zenészeink megérkeztek, úgyhogy egy szép este elé nézünk szerintem. A néphagyományok ápolása áll a rendezvény középpontjának, melyben egyik fontos jellemzője a bál batyus jellege. Az Egyesület a karácsony előtti disznóvágás maradékait, kolbászt, sült húst, kocsonyát és bort felkínálja, ám a többi fogyasztani valót a vendégek hozzák magukkal, ízlésük és tehetségük szerint. Sűrű és élményekkel teli éven vannak túl a sárvári néptáncosok. 50 feletti műsort adtunk itt Sárvár és a környező településen. Nagyon sok volt a környező településen lévő műsor, amit adtunk, de nekem ezek közül mindig fontosabbak a másik része, nem a színpadi, hanem inkább ami a közösséget tartja, megélteti szerintem. Hát volt azt hiszem 7 vagy 8 táncházunk, mind ahogy szoktuk, de nekem az évnek a csúcsa az mindig a Nyár Egyshelyi tábor, ahol az eredeti környezetében, hazai környezetben látjuk azokat a táncokat, amit kedvelünk, és olyan emberekkel találkozunk, ami érdekel, ami minket nagyon megfog és megérint, jó barátság van már köztünk. Nem tud általában az egész csoport elmenni, kisebb-nagyobb létszámmal régóta, évek óta, hosszú évek óta megyünk, ahányan tudunk. A vacsora idő után a bál lassan átalakult táncházzá, és a tombola sorsolás idejére megszakítva folytatódott csillagos hajnalig, megadva az alaphangot az idei táncos esztendőhöz is. A sárvári oratórikus kórus újabb egész estés koncertre készül. Január 31-én a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában 17:30-kor kerül megrendezésre az Ízek, imák, szerelmek című előadás. A sárvári oratórikus kórus koncertjén az Élet szép és a Magyar szívvel hangversenyek dallamai után most a mindezeket átható életigenlést, a pozitív életszemlélet fontosságát viszik színpadra. Úgy tapasztaljuk, hogy úgy éljük az életünket, hogy három dolog nagyon fontos az életben, hogy a hasunk tele legyen, legyen egy kellő és kellemes közérzetünk, kell, hogy mellettünk legyen egy társ, barátok, egy párunk legyen, akivel boldogok lehetünk, és kell egy biztonsági érzet, ami meg azt mutatja, hogy jó helyen vagyunk az életben, egy célunk van, ami alapján dolgozunk. Ez a cím adja az Ízek, imák, szerelmek hármasságát, és erre a három témakörre gyűjtöttünk össze most dalokat a következő január 31-i koncertre. Klasszikus a kapella kórus művek, bordalok, operett és musical slágerek, filmzenék, könnyű zenei dalok kórus átiratai csendülnek fel a közel 2 órás koncerten. A közönség többek között hallhatja majd a Padlás musical, az Egyiptom hercege, az Oroszlán király című filmek leghíresebb betétdalait is. Az elmúlt hónapok próbái alatt a kórustagok a dalokat már megtanulták. Most már csak a főpróbák vannak hátra, most hétvégén a zenekarral fogunk találkozni, a Kanona Band fuvósai, illetve a Sárvár és a Celdömölki Zeneiskola tanárai fognak bennünket kísérni a koncerten. A szokásos módon nagyban gondolkodunk, a gimnázium tornacsarnokában lesz a koncert. Úgy számoltuk, hogy a színpadon egy időben több mint 100 zenész fog szerepelni. Reméljük, hogy ez a hatását is megadja a koncertnek. Még egy számot mondanék, hogy 7 nyelven fogunk énekelni, ha nem is beszélni, de 7 nyelven fogunk énekelni, hiszen a bordalok, a külföldi slágerek, a különböző imádságok a megfelelő nemzeti nyelveken fognak megszólalni.
Az előadásra már nagyon sok jegy elkelt, és dr. Szalai Ferencné kórusvezető bízik abban, hogy senki sem fog csalódni ezen az estén. Van egy törzsközönségünk, akik a koncertjeinket látogatják. Őket már úgy tűnik, hogy már a jegyüket be is szerezték, de várunk mindenkit szeretettel, még pár jegyet tudnak igényelni azok, akik még eddig nem látogattak el hozzánk. Úgy gondolom, hogy nem fognak csalódni, hiszen a dalok összeválogatásánál törekedtünk arra, hogy az nagyon hangulatos legyen, vidám legyen, vagy éppen szomorú, tehát mindenféle érzelmet megmozgasson a szívünkbe, és akkor így jöjjön egy teljes érzelmi skálát a műsor végére. A Sárvári Oratórikus Kórus Ízek, Imák, Szerelmek című január 31-i koncertjére a belépés támogatói jeggyel történik, amelyet a Sárvári Lila udvar kávézóban lehet átvenni. Kedves nézőink, műsorunkat továbbra is városi programajánlóval folytatjuk. Január 29-én pénteken rendezik a hagyományos városi Tinódi emlékünnepséget. 13 órától megemlékezés és koszorúzás lesz a Várparkban, a Tinódi szobornál. Ünnepi beszédet mond Reinhard Gabriella történész. 18 órától emlékműsor kezdődik a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében, ahol Juhász Balázs és Kóta Pál lép fel. Január 31-én, vasárnap 11 órakor a Galéria Arcis kiállító termében nyílik Vásárhelyi Antal, grafikus művész, szakrális geometria című kiállítása. A tárlatot Szőcs Géza költő nyitja meg. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az első között alakította ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kultúrált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Hatalmas akció az Auto Baumgartner Kft.-nél. Rendelje meg most egyedi kedvezményekkel új autóját, és öné lehet akár egy Renault Fluence Limited gazdag felszereltséggel már 3 millió 590 ezer forinttól, vagy Renault Clio Alice klímával 2 millió 990 ezer forinttól. Dacia Duster 2 millió 860 ezer forinttól ajándék téligumival vagy tartozékcsomaggal. Várjuk vállalkozó és céges partnereinket, akik akár egy autó vásárlása esetén is jelentős flotta kedvezményben részesülnek. Hat hetes szünetet követően január 4-én kezdte meg a téli felkészülését a Sárvár FC. NB3-as csapatunk a tervek szerint már február közepén bajnoki mérkőzést játszik majd. A Sárvár FC az ősszel 2 mérkőzést nyert, 5-ször játszott döntetlent, míg 9 alkalommal hagyta el vesztesként a pályát. 15 lőtt góllal szemben 36-ot kapott, 11 megszerzett pontjával a 17 fős tabella 15. helyén telel. A csapat a héten a 6-7-es téli felkészülés harmadik hetébe érkezett. Lényegében a téli felkészülés, már majd talán alapozásról nehéz beszélni, már annyira rövid az időszak, már Magyarországon is, a február 13-a kezdéssel, hogy lényegében inkább felkészülési időt mondunk, ezért sok edzőmeccset is beiktattunk, hát reméljük, hogy az időjárás is engedi, eddig egy mérkőzést játszottunk le, többi meg a műfüves pályán és az edzőpályán csináljuk a futómennyiségeket, a labdás gyakorlatokat, ami belefér, és jelen pillanatban azért gondunk, hogy vannak, nem is kevés már, sok a sérülés, akkor kemény talajtól előjönnek olyan sérülések, amik már jó időben nem jönnek elő, de hát próbálunk azért úgy tempírozni az edzéseket, hogy azért
mindenkinek a megfelelő erőléte meglegyen a bajnokságra. Hát a pályaviszonyok sajnos az időjáráshoz kell alkalmazkodunk, nem a legjobbak, ugye nincs műfűnk, csak a kisméretű. A futó részt, a futó munkát, a speciális alapuláló képességfejlesztő gyakorlatokat meg tudtuk csinálni. Hát sajnos beütött a krak egy-két játékosnál, ugye a terhelés hatására kisebb sérülések vannak, remélem minél előbb fölépülnek. A Sárvár FC már túl van az első előkészületi mérkőzésen is. Német József és Takács Gábor tanítványai az András Hida ellen 2-0 arányban maradtak alul. Mi csapatunkból is, az ő csapatokból is sok hiányzó volt, tehát azok a játékosok is most szerephez jutottak, több lehetőséget kaptak, mind akik eddig peremberek voltak, de hát sajnos az edzőmérkőzés nem jól sikerült, már 2-0-ra kikaptunk, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azért többet vártunk a csapattól, hiába az első mérkőzés, már azért a rövid idő miatt, amit említettem, itt már az első edzőmérkőzésen is már úgy kell teljesíteni, hogy a bajnokságra éresek legyünk. Az már biztos, hogy a játékos keretben lesznek változások az őszhöz képest. Eddig 4 távozója már biztosan van a csapatnak. Ugye a Rózsa Péter az munkai elfoglaltságok miatt szünetelteti a labdarúgást, a Galambos Dani visszatért Fertőszent Miklósra, illetve a Gadavics Bence, a tartalékkapusunk valószínűleg János házára igazolt. És a Tancsics Zsolt, akit személy szerint nagyon sajnálok, mert vezéregyéniség volt az öltözőben és a pályán is, pályán kívül is, Ausztriából távozott, de viszont megértem a távozásának az indokát. Az érkezési oldalon eddig 1 játékos neve szerepel, de többen vannak próbajátékon, illetve egy rutinos, felsőbb osztályt is megjárt focistával is tárgyalnak. Így van, hát egyelőre a Németh Gabi, ugye Répcelakról a Vika mindenképp egy komoly erősítés lesz bizonyban, illetve 4 játékos a haladás, illetve az Illés Akadémia kötelékéből tehetséges fiatalok, akik reményeink szerint ide fognak kerülni. A felkészülés derekától már sorra játsszák majd az edzőmeccseket is a sárváriak, ám a megfelelő pálya hiányában mindegyiket idegenben. Most ugye jönnek az edzőmeccsek futószalagon, ugye szerda-szombat ritmusban fogjuk játszani erős ellenfelekkel, hiszen azoknak van értelme, mert én mindig azt mondom, hogy a messze menő következtetés az eredményekből nem lehet levonni. Persze jó győzni edzőmeccsen is, nem azt mondom, hogy most aztán pofozógépek akarunk lenni, de viszont erős csapatok ellen, MB2-es csapatok ellen ki fognak jönni a hibáink, hiányosságaink, és azokat ki fogjuk tudni remélhetőleg javítani a bajnokság kezdetéig. Az biztos, hogy a tavasz sem lesz könnyű, ám az őszinél mindenképpen több pontban reménykednek a szakvezetők. Hát biztos, hogy nem lesz könnyebb, annak ellenére, hogy több pontot tervezünk, mint a 11 volt, de hát nekünk is azért már, hogy mondjam, az öt döntetlenből azért győztes mérkőzésre kell átfordítani a döntetleneket, és akkor már a betervezett pontot megszerezzük, akkor már abba kell gondolkodnunk, már annyira elment a mezőny, hogy maximum egy csapatot tudnánk megelőzni, de reméljük, hogy a hátunk mögött lévő két csapat nem tudunk ránk jönni. Tehát mi azért arra is gondolunk, hogy nem csak, hogy most, hogy szerepelünk, hanem hát a nyártól megint átalakítják a bajnokságot, nekünk már úgy kell nézni, hát úgy alakítják a bajnokságot lényegében, hogy 20 csapatot akarnak, de hát majd kirelő, hogy mennyi jön föl, de hát lényegében nekünk már úgy kell gondolkodnunk, hogy nyáron is olyan keretünk legyen, amivel az erősebb, még erősebb bajnokságra is helytálljunk. Az NB3-as labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja tehát a kiírás szerint február 2. hétvégéjével kezdődik. Kedves nézőink, Önök a Sárvári Televízió január 23-i közéleti magazinműsorát látták. Új pénteki mozaikkal január 29-én, új hírműsorral pedig január 30-án jelentkezünk. Ne feledjék, híradónk után megtekinthetik a Katolikus Iskola bemutatkozó filmjét. Műsorainkat megnézhetik a weboldalunkon, a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!